Összesen 55 diák kezdte meg szeptemberben az iskolán kívüli tanulmányait a Szexszeri Hunyadi utcában megnyílt Matthias Corvinus kollégium képzőközpontjában. Ők általános és középiskolákba járnak. A kiválasztásokat szakmai testület végezte. Az MCC célja ugyanis, hogy az iskolai rendszer mellett működve a legtehetségesebb diákokból a jövő vezetőit képezzék ki. A gyerekek a hét első három napján nyelvórákon vehetnek részt délutánonként, de minden nap a lehetőségük az ismereteik bővítésére. Általában klub délután jellegű foglalkozásokat szoktunk tartani a középiskolásoknak. Ez abból áll, hogy trénerek, előadók, oktatók jönnek az MCC-től, és ők különböző témában tartanak előadást a, a, diákoknak. Az általános iskolások ők két hetente szombatonként jönnek ide a, a, képzési központba. A képzőközpont átadásán Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy az épülettől néhány száz méterre épp a vendéglátóipari szakközépiskola felújítása zajlik, még nem messze a tudásközpont épül. Így a Tolnai megyeszékhelyen egy oktatási városnegyed jön majd létre hamarosan. A mellettünk lévő szakképző ö, központ, amit szintén felújtás alatt van, illetve a volt laktanya területén lévő új tudásközpont közvetlen szomszédságában van a Matthias Corvinus kollégium. Tehát lehet azt mondani, hogy Szexárnak egy új tudáscentruma jött létre, ami infrastruktúrálilag nagyon jó helyen van, és a meglévő tudás a, a szinergiái alapján a jövő lehetősége a, a nem csak szexád, hanem a térségben lévő fiatalok számára. Gyurkovics János, Szexád alpolgármestere azt mondta, hogy a Tolnai megyeszéken évente több mint 120 diák ér el jelentős helyezést országos tanulmány és sportversenyeken, nekik pedig kiváló lehetőséget nyújt a Matthias Corvinus kollégium. Orbán Balázs a miniszterelnökség miniszterhelyettese, az MCC kuratóriumának elnöke. Arról beszélt, a céljuk, hogy néhány éven belül több mint tízezer diák kerüljön be a programba, és több mint három tucat helyszínen legyenek jelen idehaza és a Kárpát-medencében. Ebben a folyamatban pedig kulcsfontosságú szerep jutott szexárnak idén szeptembertől Magyarországon 14 helyszínen vagyunk. A legnagyobb egyetemi városokban is megtalálható ott az MCC teljes képzési spektruma, illetőleg a kisebb megyeszékhelyeken is szerettünk volna képzéseket nyitni. A legfontosabb, az egyik legfontosabb számunkra az szexárd, mert ugye ez egy kicsi a de erős, tehát a, ugye a legkisebb megyeszékhelyről beszélünk, viszont, viszont egy fontos szellemi központról. A Matthias Corvinus Kollégium 25 éve jött létre, az intézmény intézményhálózat pedig mostanra az ország legnagyobb tehetséggondozó központja lett.